Személyi döntések is születtek a keddi rendkívüli közgyűlésen Pécsen. Két vezetőt kellett találnia a városvezetésnek. A Tettye Forrásház ZRT igazgatóságába jelölik a Zsök jelenlegi vezetőjét, illetve a Pécsi Vagyonhasznosító ZRT lemondott vezérigazgatója helyére neveznek ki új embert. Ezek a személyi döntések kerültek az önkormányzati képviselők elé. A családi okok miatt augusztus elején, most ebben nem mennék bele, egy közeli családtaggal kapcsolatos tragikus halálügy miatt kérte a felmentését a vezérigazgató, helyére neveztük ki a helyettesét, aki egy pécsi közgazdasági egyetemen végzett, banki, kereskedelmi tapasztalatok rendelkező hölgy, 3 éve itt dolgozik. Egy 3 gyerekes családanyáról van szó, akinek minden egyéb ismerete a cégről megvan. Az IT esetében pedig a Zsök ügyvezetőjét kértük föl, akinek mérnöki háttere van, műszaki végzettsége van, és maga az ingatlanállomány üzemeltetése miatt napi kapcsolatban van a Tettye Forrásház ZRT-vel. Jedlicska Zsófia Melindát nevezte ki a Pécsi Vagyonhasznosító ZRT vezérigazgatójává a városvezetés. Augusztus 30-ától határozatlan időre, miután a baloldali közgyűlés megszavazta. Bruttó 1 400 000 forint alapbért és éves alapbérének legfeljebb 70%-áig terjedő prémium díjazást kap az új városi cégvezető a döntés alapján. Hummel Márk díjazás nélkül került be a Tettye Forrásház igazgatóságába. A Fidesz frakció vezetője szerint túl sok vezetőváltás volt a pécsi önkormányzati cégek élén. Mi ennek a vége, hogy ezek a cégek valamit szolgáltatnak? Vizet, közlekedéssel foglalkoznak, vagyongazdálkodással, ugye az ingatlan vagyonnal kapcsolatos döntéseket hoznak. Tehát a pécsiek a mindennapokban is érzik azt, hogy ezek a cégek jól mennek, vagy nem működnek jól. És nyilván egy indokolatlan, sorozatos vezetőváltás az sokkal kevésbé teszi őket hatékonnyá, sokkal kevésbé tudják szolgálni a pécsiek közösségét, mint hogyha egy kiszámítható vezetés mentén, egy átgondolt stratégia, feladatrendszer mentén történik a munkavégzés. Ugye ez volt a fő kritikánk, hogy már megint egy ilyen eset. Jedlicska Zsófia Melinda alapbére 400 000-rel marad el. Az elődjétől erre rákérdeztek a közgyűlési vitában is. A Tiszta Kezek frakció tagja szerint vagy túlfizették az előző vezérigazgatót, vagy a munka nem ér ennyit, vagy azért kevesebb, mert nő az új cégvezető. A válasz szerint az elődnek elő kellett készíteni a vagyonhasznosító holdingosodását, ezért volt több a pénze. A holding nem valósult meg, és ez nem tegnap derült ki, jött az ellenérv.